Nagyot fordult a világ 2017 őszén Soltész Istvánnal. A Honvéd akkor 17 esztendős középpályásának szervezetében születési rendellenességet diagnosztizáltak. Így veszélybe került a pályafutása. Október közepén diagnosztizáltak nálam egy születési rendellenességet. Ennek a pontos megnevezése patkóvese, ami azt jelenti, hogy a két vesém össze van nőve. És így az volt a kérdés, hogy egynek titulálják, vagy kettőnek, mivel Magyarországon nem lehet játszani egyvesével. A fiatal játékos sportorvosi engedélyét a szövetség azonnali hatállyal bevonta. Ő azonban nem adta fel. Február közepén felkerestem dr. Rajsz Györgyöt, vesespecialista orvost, aki a klinikákon doktor. Vele beszélgettem erről az egészről, hogy mi újság, van esetleg még visszaút, és tudok esetleg még játszani, és arra jutottunk, hogy semmi nincs veszve, még lehetek esetleg profi futballista, és egy ilyen orvosi konzilium elé viszik az ügyemet, és hogyha többen hozzáadják a nevüket, hogy én profin sportolhatok, akkor megkaphatom a sportorvosi engedélyt. A 18 éves játékos mellett a bajban is kiállt a Kelen SC, az a klub, amelyben Iker testvérével Dominikkal gyerekkora óta együtt futszálozik. Sőt, István a kényszer pihenője alatt egyedülálló lehetőséget is kapott az egyesülettől. Mindenféleképpen tovább kellett lépnem, a Honvédban már nem volt visszaút ezek után, így keresnem kellett másik csapatot. Ugye októberben, amikor elvették a sportolósi engedélyemet, akkor elmentem edzősködni a Kelen SC-be. 13 éves korom óta ugye ott futcaloztam, így tudtam menni a Kelenbe edzősködni. Elsőnek U16-os lányoknál voltam segítő, majd utána fél évkor kaptam egy U16-os lánycsapatot, 3/4 pályásokat, és velük csináltam a dolgomat, és most jelenleg pedig futcalcsapatokat irányítok U8-tól U13-ig a Kelen SC-n belül. A kettőség mindig jelen volt István életében, hiszen honvédos pályafutása alatt is gyakran megfordult a kispályán. Jelenleg a futszál élvez elsőbséget nála. A Ferencváros MB2-es csapatának oszlopos tagja. Azt azonban még ő sem tudja, hogy a futszál vagy a nagypályás labdarúgás tartogatja a jövőt számára. A Fradi futszál ugye a Kelennel partner csapat lett, és a futszál is egyesült, a futszál részleg is egyesült a Kelenne, és akkor így van összeköttetés a Fradi 1-es csapata és a Fradi 2-es csapata között. Kispályás előnyeimet tudom kamatoztatni a nagypályán, és ugyanezt fordítva is, szóval egyiknek se nevezném magam. Mindkettőt szeretem, ahol pattog a labda, én ott vagyok. Az Isti egy ajándék, amit kaptunk a Kelen SC-ről. Egy együttműködés van nekünk az utánpotlás, futszaltapotlás nálunk ők csinálnak. És ő volt az első gyümölcs, mondjuk abból az egészről, mert itt van, segít minket, szerintem nagyszerű gyerek, nagyszerű ember, és egy nagyon játékos is, szerintem megmutatja már itt nálunk, és még a válogatottban is így, hogy lesz helynek igen a nemzetközi szinten. Intelligens játékos, atletikus, van egy olyan sebesség, amit növekedik, ugye, hogy lép, egyre gyorsabb tud menni labdával, egy kis csomagban van. Gondolkozik, játszik, tud játszani csapatnak, tud játszani magának, felismerni nagyon sokszor mit kell, mikor kell. Fiatal, még tanulni kell rengeteg dolog, viszont jó úton jár. István a visegrádi négyeknek szervezett csehországi futszál tornán is remekelt. Csapatkapitányként vezethette az U19-es válogatottat, ráadásul a legjobb játékosnak is megválasztották. A visegrádi négyek tornáján vettünk részt, két meccset játszottunk, az első meccset a szlovákok ellen játszottuk, ott sikerült győzedelmeskednünk 5-2-re, majd a második meccsen a csehek ellen pedig kikaptunk 3-0-ra. Sikerült, megkaptam a legjobb játékos címet, így örömmel zártuk a tornát, sajnos második helyen, első helynek jobban örültem volna.